Versailles nagy Trianon palotájában békeszerződés zárta le. 1920. június 4-én Magyarország elveszítette területének 72, lakosságának 64%-át. A szó szoros értelmében megcsonkultunk. A világháború győztes hatalmai és a környező országok, mintha abban reménykedtek volna, hogy Magyarországot előbb-utóbb eléri végzete. A magyarság életösztöne azonban erősen volt. Gyönyörű ez a város. Káprázik a szemem a forgataktól. Hát igen, erősen készültek rá a városi urak. Talán mégsem volt hiába való Kossuth apánkat szolgálni. Fejet hajtok a sírjánál. Majd elkísérsz, fiam. Csak ezzel lehetett rávenni. De nem jöttünk ám üres kézzel. Ez a kenyér tegnap sült a kemencébe. Köszönjük, édesanyám. De most menjünk. Nézzük meg ezt a várost, amely hosszú idő óta csak épül, szép. Én inkább maradok. Sok nekem az idegen szó.